Nem áll fel annak a kockázata, hogy veszélyeztetve legyen a lakosság gázellátása a télen. Ez vonható le Virgil Popescu energiaügyi miniszter nyilatkozatából. A tárcavezető szerint a hazai földgáztározókat rendkívül gyors ütemben, határidő előtt sikerül megnyugtató szintre feltölteni. Az elmúlt hetekben számos hírportálon jelentek meg olyan hírek, miszerint veszélyben van a lakosság gázellátása, sőt azt is tényként kezelik, hogy amennyiben az oroszok teljesen elzárják a csapokat, racionalizálni, illetve jelentősen csökkenteni kell majd a gázfogyasztást. A pesszimizmus mögött egyebek mellett az áll, hogy a hazai tározók töltöttsége a múlt hónapban még rendkívül alacsony szinten állt több uniós tagállamhoz képest. Az energiaügyi miniszter szerint az elmúlt időszakban nagyon felgyorsult a folyamat, a romániai földgáztározók töltöttsége jelenleg 79%. Tette az adatokat a tárcavezető. Becsléseink szerint a hétvégéig meghaladjuk a 80%-os telítettséget, tehát azt a minimális értékhatárt, amelyet az Európai Bizottság megszabott. Éppen ezért, amint korábban is említettem, tekintve a termelési és fogyasztási profilunkat, Románia gyorsan fel tud készülni a téli időszakra. Korábban az Európai Bizottság 80%-ban szabta meg a tagállamok gáztározóinak minimális telítettségét a téli idény beköszönte előtt. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen az unió helyzetét értékelő éves beszédében szerdán Strasbourgban bejelentette, hogy jelenleg az Európai Unió szintjén 84%-os a gáztározók töltöttsége.